Kedves nézőink, nagyon nagy szeretettel üdvözlöm Önöket innen Sztánáról. Hát amint hallhatják, láthatják, most kezdődik, hát ezekben az órákban a híres sztánai farsangi mulatság. Ez egy háromnapos mulatság. A vonat nemrég érkezett be a vonatállomásra, mint tudjuk, ez a nemzetközi vonat, amelyik Budapestről jön. Évente egyetlen alkalommal áll meg ezen az állomáson. De hát nem szaporítom a szót, hamarosan a kollégám erről is beszámol. Itt van mellettem Pap Hunor református, sztánai református lelkész. Szervusz, Hunor, és mielőtt tovább folytatnám, azért elmondom, hogy itt a Tókos zenekar ugyebár már elkezdte a kedvcsinálást, hát muzsikálnak már itt a faluk közepén. Így van, megérkeztek a időben a zenekar, de legfőképpen az a jó, hogy megérkezett a vonat. Kín voltunk, köszönhetőleg ti is ott voltatok, és láthattátok, hogy az idei fogadtatás is azért volt szép, mert egy kicsi hó azért csak van itt Sztánán. Ennek az ünnepség örömére esett, és nagyon jó volt kint a hangulat, hiszen maguk az érkező vendégek is nagyon jól érezték magukat, de sokan, akik ott voltak és utaztak a vonaton, ők se akartak volna tovább utazni, én szerintem. Hogy itt vagyunk, hál' Istennek, és most már lassan fölpörgünk a mai estére, hiszen rengeteg program lesz, 7 órakor fogunk kezdeni, addig remélem megérkezik a fővének is Budapestről. Itt meg minden vendég meg fog érkezni, betöltjük az egész teret, és aztán hajrá 16. farsang. Tehát 15 éve szervezitek tulajdonképpen ez a 16. Hát a 16. felújított farsang, mert tulajdonképpen a legelső 102 évvel ezelőtt volt itt Sztánán. Pontosan így van, hiszen ne felejtsük el, hogy először 1914. február 1-én volt a farsang, amit Kós Károly szervezett, és itt volt többek között Móricz Zsigmond is, és utána megírta a muzsika szó nélkül, és úgy látszik, hogy Sztán a muzsika szó nélkül egy darabig élt, tehát idézőjelben azért voltak itt bálok, de ilyen farsangi bál 2001 óta van, hál' Istennek. És hogyha azt nézzük, hogy ez a 15 évnek az összefoglalját, hogyha belenézünk, akkor, hogyha visszatekintünk, akkor egy óriási változás van Sztánán, hiszen az az épület, amely velem szemben van, akkor az romos volt, és álmunk volt, hogy ezt felépítsük, és újból, hát mondjuk így a közösséget formálja, hiszen ebbe az iskola épületében volt az a nevezetes bál. Ez a Sonvirág közösségi ház, ugyebár a nézőink hamarosan láthatnak erről is egy különleges beszámolót, Filip Farkas és Lepedus Péter kollégáim jó voltából, de most beszéljünk arról, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi történt itt az elmúlt 15 évben? Hát az elmúlt 15 évben nagyon sok minden történt, hál' Istennek Sztánán. Az, ami nagyon jó, hogy valamit beindult, hiszen egy leírt közösség gyülekezetről beszéltek oly sokan, hogy itt nincsenek a közösségnek jövője. Hát csak azok, akik ilyet gondoltak, mondtak, akkor azt üzenem, hogy hallják, mi van itt, és hál' Istennek megcáfoltuk azokat a gondolatokat. De beszéljünk arról, hogy nem csak farsangunk van, hiszen a farsangból indult ki ez a háromnapos rendezvényből a falunak a megújulása, meg rengeteg közmunka, meg építkezés és felújítások, hanem azóta most már mondjuk így harmadik éve már egészen több program várja az ide látogatókat Sztánára, hiszen vannak tánctáborok, a tavaly óta az első zenei mesterkurzus indult be, és az idén lesz a harmadik népismereti filmfesztivál Kós Bélának köszönhetőek a Dr. Kós Károly Alapítványnak az ötlete által. Tehát van élet Sztánán, hál' Istennek. A baj az, hogy nincs annyi idő elmondani, hiszen a 15 évet nehéz összefogni, de hogyha visszagondolok, hogy milyen volt az első farsang, akkor egy busszal érkeztek a magyarországi vendégek, disznóvágás volt, és csak a nagy kultúrházban volt az egész rendezvény, de emlékszem, hogy hideg volt, hó volt, jókedv volt, és az itteniek, hiszen akkor kapcsolódtak be egy új világba, hiszen egy új világról beszélhetünk, azóta teljesen megváltozok, és rájöttek arra, hogy érdemes hazajönni, érdemes itt valamit tenni, és érdemes itt megöregedni is mindenképpen. Jó, itt van a sztánai farsang, évközben is több tábor, rengeteg rendezvény van, de azon kívül is kíváncsi vagyok az itteni közösségi életre, hiszen bármennyire szépítjük, egy kiöregedő faluról van szó. Így van, tehát azért, hogyha veszük a számadatokat, akkor nagyon sokat fogyott a gyülekezet ez alatt a 15 év alatt, de ezért nem kell szomorodni, sajnos ez így van, és azt kell nézni, hogy ezek az emberek, tehát akik megöregedtek, ők hogyan álltak hozzá, és ma is este ott lesznek a bálba, akik már még el tudnak jönni, és visszaemlékeznek, hogy annak idején mi is ott voltunk fenn a fonóba, mi voltunk egy díszműsora a rendezvényben,
rendezvénynek. És most már átadták a helyüket azoknak a fiataloknak, akik többfelülről hazajönnek. Tehát szabad napot vesznek, utaznak, hiszen valaki Budapestről érkezett, valaki Kolozsvárról, valaki Váradról vagy Zilarról fog fel hazaérkezni, azért, hogy itt egy ilyen csodálatos rendezvény van. Tehát én azt mondom, a falu számára sokat jelentett ez, mert ők azért valahol érezték, hogy egy elhagyatott falu, semmi jövője nincs, de bezzeg a régi időben sokan voltunk, és azért ez megváltozott mindenképpen. És bízunk, hogy nem csak egy ilyen hétvégi falu lesz, hanem azért igyekszünk megtölteni tartalommal, hogy minél többen, én azt mondom, inkább valószínű, hogy nyugdíjas évekre, de legyen értelme hazajönni mindenképpen. A fiatalok is egyre jobban szeretnek idejönni. Hát itt a Tókos zenekar, akik most hívogatják gyakorlatilag az esti bálba az embereket, ők is úgy jönnek ide, láttam, ahogy megérkeztek az imént, mint ha hazajönnének. Ez a jó, hogy többek között itt a Tókos zenekar, aki most már évek óta nélkülek nincsen bál, hiszen amikor már összeszólok, hát tudom, mi mindent úgy rakunk, hogy azért igyekszünk eljönni, és hál' Istennek, hogy szívvel, lélekkel zenélnek, mert ez nagyon fontos a mai világban, hogyha valaki idejön, a szívvel, lélekkel adjon nekünk, és tudom, a konyhásoknak se lesz könnyű, mert ők amikor reggel jönnek, és már kellene átrendezni a terepet, akkor még mindig zenélni fognak nekünk, és ez olyan csodálatos az egész, de ne csak a tokosékról beszéljünk, hiszen azért a háttérben látjuk, mert ott van Kós Károlynak a szobra is, ott van Kós Béla, az egyik unokája. Igen, az imént itt sétált el, nem is tudom. Igen, biztos közben másfele ment, hiszen azért ilyenkor ő is fölnézi a terepet. Igen, éppen most itt beszél a holnap programot, mert ők is részesülnek ebbe a programból, hiszen holnap azért arról van szó, hogy az, amit ők tulajdonában van, oda be lehet menni a Varjúvárba, tehát ez is már egy érdekes dolog, és az, ami jó, hogy számára fontos, hogy ott, ahol az édesapja született, dr. Kós Károlyról beszélünk, ott, ahol a nagyapja nagyot alkotott, nagyon sok mindent itt alkotott Sztálnál, nem Sztálnál, hanem másokért is, ott megpezsült az élet, és nem feledkeztek meg ő róluk. Mi is annak örülnénk, hogy a Kós családban, hogy nagyon sokan még belekapcsolódnának, mert ez valójában a Kós Károlynak köszönhetjük, mert nélküle itt Sztálnál nem lenne semmi, én úgy hiszem. Hát most itt egyre fokozódik a hangulat, azt látjuk. Hamarosan megmutatjuk a Kós Károly termet is, oda fogunk bevonulni, és látni fogjuk, hogyan érkezett meg hát a tömeg a budapesti vonattal. Kiket vártak? Hát akiket vártunk vonattól, azok jöttek, Debrecenből jöttek, voltak, akik Sopronból jönnek, azok a Magyarország legtávolabb részéről jönnek, vagy Budapestről, vagy Csabacsúdról fognak érkezni, hát a Magyarország, a mostani Magyarország nagyon sok településéről érkeznek, vagy Dunaszentgyörről is megérkeztek a vendégek, hogy ez azért jó, mert úgy látszik, hogy nincsenek határok, tehát itt összekapcsolódunk, és itt nem, itt csak a mulatsággal és az egymással való kapcsolattal foglalkozunk, és ez a lényeg a mai életben. Mert így tudunk azt hiszem pozitívan tovább lépni és létezni ebbe a kis közösségbe, ahol azt mondjuk, egy fogyógyülekezet, de mégis egy jövendő elé néz. Tehát várjuk és várjuk a fővédnököt is Budapestről, Szakálli Lóránt István államtitkár urat, sőt ő a nagy segítségünk, mert a mai próba alatt egy olyan kellék eltörött, amit a szegény gyerekek nagyon sajnáltak, de reméljük, hogy estére ez megérkezik. Hát van egy olyan gömb, amelyik valójában fényt kibocsát, és ez az iskolából kértük kölcsön. Nem azt, hogy az vissza lehet venni, hanem annyira szép a színpadon. Az egyik csoport, aki ma este játszik, azért büszke, mert nagyon jó a díszlete, a másik, hogy jobban tudja az anyagot, de igen, amikor volt egymás között az, hogy a mi díszletünk szebb, igen, de ez a szép gömb sajnos most eltörött a főpróbán, de az államtitkár úrnak köszönhetően Pesten lerendeztük, és érkezik az előadásig. Tehát van itt élet mindenképpen, hogy itt nem unatkozunk semmiképpen sem. Sőt, az imént hallottam valakitől, hogy egy 82 éves néni is érkezett Magyarországról, és elgyalogolt idáig a vonatállomásról. Igen, ez köszönhetőek, hogy édesapám a magyarországi egyik szervezője, ő a vasutas csapatából, hiszen ők innélek már több éve Magyarországon. Van két 80 éves néni, egyik Kamila néni, aki azt mondta, hogy addig nem akar meghalni, míg ezzel a híres Sztálnai falsangra el nem jön, és amikor már leszállt, és azt mondta, hogy én itt vagyok, hát akkor
már érdemes élni, hát biztos másért is érdemes élni, de ez nagy csoda a számunkra, hogy azért ilyen messziről eljönnek idősek, és aki most kijön és kimenne az állomásig, az ne gondolja, hogy most simán ki lehet menni egy félcipőben, mert azért hol havas, hol jeges is. Sajnos valaki el is csúszott az úton, de most már a ruháját beraktuk a mosógépbe, hogy ő is majd tiszta lesz az esti műsorig. És azt látszik, hogy nem számít a külsőség, hanem azt, hogy belülről mit kap itt az ember, és ez egy nagyon fontos, hiszen a mai világban sokszor a külsőségben megyünk, hogy ez szép, az szép, de itt a szépség azért belülről fakad mindenképpen. Hát mindenképpen, még nem fejezem be Hunorral a beszélgetést, de azt el kell mondanom a nézőinknek, hogy aki kedvet kapott, akár most is fel lehet ülni a vonatba, be lehet ülni az autóba, és el lehet ide érkezni, ugye Sztánára, hiszen még jó 2,5 napig, 3 napig tart a bál, úgy, hogy a 82 éves néni megtette, még autóba lehet ülni, vonatra lehet szállni. Mondjuk el a holnap utáni programot. A holnapi program az délelőtt 10 órakor kezdődik a Kóskároly teremben. Ott egy nagyon szép könyvbemutató lesz, amikor egy etnográf tábor volt itt lassan 3 éve, és annak az anyag, ami sztánai zsobokon készül, de főleg a sztánai anyagnak lesz a bemutatása, illetve a 30-as éveknek a kalotaszegi sztánai népviselete kerül. Hát úgy bemutatása, mert arról majd lesz később, szóval azért majd lássák a nézők, hogy maradjanak az adásban, még érdemes. Igen, élőben fogunk erről beszélni. Utána ki a Varjúvárhoz, ki a Szent Imreházhoz, ott programok lesznek, délután 2-kor itt a faluban kezdődik a kultúrházban a tánctanulás, a táncoktatás, akkor a Farsang Józsi bábnak az elkészülése, elkészítése Palocsai Kata vezetésével, aztán De Martin Lajos a lovas csapatával bejön, megsétáltatjuk és elzenétetjük Józsi bát, majd elégetjük a főtéren, és utána jön majd a János Vitéz kicsinyeknek és nagyoknak egyaránt. Utána most már így mondjuk a sztánai faktoros gyerekeknek a farsangos beöltözés. Sztánai faktoros? Sztánai faktoros. Őket fogjuk értékelni, akkor lesz egy ilyen 2 órás szusszanás vacsora, mert este 9-kor 2 színhelyen a kultúrházban lesz a hagyományos bál, és itt a Kóskároly terem mellett, itt a Sonvirág közösségi ház nagy termébe, ott lesz a népzenei bál. Az a baj, hogy most már annyira kicsi az a nagy terem, hogy aztán majd ilyen cserébe fognak kiben táncolni, de érdemes ezért is jönni, és vasárnap ünnepisten tisztelet 11:30-kor, azért ne felejtsünk meg a háladásról mindenképpen, és vasárnap este Kolozsváron a Béketéren az egyetemiek házában lesz este 6 órakor a Táncos Csuda Mózsinak az előadása, a Debrecen Népi Tánc Együttes jóvoltából. Aki ismeri, hogy kiről szól, az érdemes eljönni, még mindig lehet jegyet kapni a Magyar Operánál, vagy nálunk majd ott mindenképpen a kezdés előtt 1 órával, és avval fogunk majdnem egy pontot rakni, mert utána még a Bulgakovba ülünk, addig míg este jön a vonat, és akkor utána majd integetünk, és készülünk majd a jövő évire, de persze egyet pihenünk addig. Hát köszönöm szépen, Hunor! Én a kedves nézőknek azt mondom, hogy itt még nem zárjuk az adást, maradjanak velünk, mert nagyon sok érdekes dolog történik itt még ma. Most arra vagyok kíváncsi, nemrég érkezett vissza Varga Mihály Márton kollégám a vasútállomásról, hát milyen volt ott? Szervusz, Jutka, köszöntöm a kedves nézőket innen a sztánai vonatállomásból. Nos, nekem Sztánával személyesen is egy különleges kapcsolatom van, gyerekkoromban nagyon sokat jártam ide rokonlátogatóba, illetve 2000 óta, mióta újraindult a sztánai farsangi bál, azóta talán csak 1 évet hagytam ki, és ezek fényében elmondhatom önöknek, hogy ilyen napos, ilyen meleg, ilyen jó idő nem volt még soha, az biztos. Most várjuk a Hargita Express-t, amelyiken jönnek a budapesti, illetve a magyarországi vendégek, turisták. Megkérdezzük őket, hogy miért jöttek Sztánára. Köszönöm szépen!
A Falsangra érkeztek? Igen, a Falsangra érkeztünk. Vezőrtúról Magyarországon. Első alkalom vagy már? Első alkalommal jöttünk, mert hallottuk, hogy milyen jó hangulat van, és most ide látogattunk. Az idő kitűnő, a hangulat nagyon jó, gondoljuk, hogy nagyon jó lesz minden. A pejoratív értelmét leszámítva annak, hogy az Isten háta mögötti azért eléggé eldugott hely Sztána. Honnan hallottak el a Falsangról? Az unokatestvéremtől, mert ő tavaly is itt volt. Ön honnan érkezett? Én Mezőtúról. És ön? Budapestről, 4. kerület, Újpest. Első alkalommal van itt? Hát Farsangra igen, de már különben voltunk itt a Sztánai Egyesületi Házban, vagy hol egyszer ott aludtunk. Van valami személyes kapcsolat a Sztánával, vagy? Hát a vezetőnk, aki annak a fia itt a pap, a templomban. Milyen bulira számít? Nagyon jóra. Ezt kívánom önöknek. Jó szórakozást! Szia! Szia! Honnan érkeztél? Jó étvágyat! Budapestről érkeztem, tájékozás hallgató vagyok, és sok hirdették ezt az eseményt. Első alkalom? Második már, de remélem, hogy sok következő lesz még. Milyen bulira számítasz? Nagyszerűre, mint ahogy garantálva van. Nagyon jó lesz. Ezt kívánom. Jó szórakozást! Jó napot kívánok! Honnan érkezett? Budapestről. Honnan hallott a sztánai Falsangról? Mi már visszatérő vendégek vagyunk, úgyhogy ha nem jön közbe valami rendkívüli, akkor jövünk minden évben. Hányadik alkalom? Ez már a 6. Ajajaj, akkor igazi sztánai Falsangozó. Igen, igen, nagyon várjuk, készülünk rá egész évben, és mindig valami újat is rejteget számunkra, de a megszokott dolgokat is nagyon élvezzük. Hát jó szórakozást kívánok! Köszönöm szépen! Jó napot, uram! Honnan érkezett? Óbudáról. Óbudáról? Igen. Hányadik alkalom? Ez a 16. Ha jól tudom, önnek van egy különleges kapcsolat a Sztánával, ugye? Igen, igen. Itt kereszteltek meg 87-ben. Ceausescu alatt, és keresztapám Isten jutassa. Hát két napig nem beszélt, míg utána Szekuból visszajött. Milyen bulira számít? Hát remélem, tudok pihenni egy kicsit. Pihenni? Pihenni. Akkor azt kívánunk, jó pihenést Sztánán. Köszönöm szépen. És jó bulizást is mellette egy kicsit. Köszönöm szépen. Isten áldja magukat. Csak lenyeltem a fánkot, megkínáltak valami innivalóval itt minket és a budapesti turistákat, mint látták a budapesti keleti pályaudvarról megjött a vonat, el is ment, most arra várunk, hogy a szekerekkel induljunk vissza, mi és a budapesti turisták is, illetve még Ausztriából is jöttek. Most Utka, sajnálom, hogy te minden évben lemaradsz erről a vonatvárásról, egészen jó buli is, most megyünk vissza mi Sztánára, és aztán jöhet a Falsangi buli.